már megint Elden Ring. És az a helyzet, hogy ez az a játék, amit most a legjobban élvezek. Úgyhogy a már megint Elden Ring elég sokáig fog hallatszódni a számból. Tegnap ilyen nagyon nagy felfedezéseket nyomtunk. Itt van ez a sapka, ami képzeljétek el, még világított is a buksimon. És szereztünk légkalapácsot, meg légágyút ennek köszönhetően. Meg egy imótnak köszönhetően, ami itt van. Ott van. Ott van? Látjátok? Világít a sapkám. Világít a sapkám. Illetve megcsináltuk Tomps... Nem jut eszembe a neve, de most jól megpuskázom. Megcsináltuk Tomps-nak a küldetését, illetve Gyuláit, akit Jurának hívnak. És Neri Jesusnél találkoztunk vele először. Illetve meglett a pallos annak is, akit ő leszeretett volna győzni. Ő leszerette volna győzni Eleonórát. Eleonórát, így van, és az ő fegyvere is most már itt van nálunk. Mi az, amit még csináltunk? Voltunk lent a Siofra Riverbe, ahonnan átmentünk a Gargoyle Lake-on keresztül ide a Deep Root Depths-be, amit még fel kell fedeznünk jobban. És itt van egy átjáró egyébként, ami tovább visz minket az Ainsherry Riverbe, konkrétan idehoz egy koporson keresztül. Szóval ilyen hatalmas föld alatti átjárásokat végeztünk legutóbb. Meg küldetéseket csináltunk. És öltünk 3 boss-t, vagy 2-t? 2-t. Mert Siofra Riverbe volt ott egy lent, ott, akit megöltünk, egy Dragonkin Soldier, illetve még egy föld alatti boss-t öltünk meg, a Crucible Knight Silúriát. Sorókoporsó. Úgyhogy ezek voltak legutóbb. Itt van egy küldetés adónk, akit még nem néztünk meg, hogy kisoda és hogy mit akarok, mert hát gyakorlatilag tegnap este, hogy vége lett a streamnek, megnéztünk még egy Walking Dead-et Adrival, a 13. részt. Illetve aludtunk, és ahogy felkeltem, meg már a Valhallára készültem, szóval így nem nagyon volt időm azzal foglalkozni, hogy ő kicsoda, és hogy milyen küldetése van. Úgyhogy, hát, itt tartunk. De küldizni akarunk, meg be akarjuk fejezni a Deep Root Depths-et. És ja, a címet át kéne írni. Így van. Én most Jugend pluszba Eleonóra a Twin Blade-del tolom. Tök jó. Én már kezdhetem előről csomó szájkveszet, mert fixálták őket. Meg jött be valami új NPC. Az új NPC, ő merre van? Ő merre van? Meg kéne néznünk tényleg, hogy ő kicsoda. Addig hadd világítson a süveg. Charbjörg. Ja, ez a név rémlik. Liurniába. Oksa, akkor őt meg fogjuk nézni. Már ha megtudjuk, persze. Charbjörg Edering. Csórókoporsó, de rég hallottam már ezt, pocó. Köszi szépen, hogy újra az életembe hoztad a csórókoporsot. Na, tehát Elden Ring, Jarburg. Jarbjörn. Ilyenünk van. Ja, hogy a Jarbjörg, azt mondtad, hogy ott van. Jarbjörgben van Jarbjörn.
Jarburg. És ez hol a fenében van, Jarburg? Szerintem ezzel még nem is találkoztam, mondjuk ez valószínűleg azért lehet, mert Liurniát annyira nem néztük át. Jarburg. Ez egy nagyon békés kis falucska. Élő köcsögökkel. Azt mondja, hogy ez a békés falucska az valahol erre van. Tehát elvileg ja, hát igen, ezt a részt sem néztem át. Tehát itt van valahol egy falvacska. Én Redán kartját használom, és elég OP. Szia, Altair! Mi újság? Szia, Zsoldos Pitem! Jó felé keresgélsz? Aha. Én ezt a részt, ezt így kihagytam. Lecseréljük a sapkánkat. Mert amúgy menő meg minden, de... Én ezt szeretem. Illetve kapcsolunk lámpát. Kapcsolunk lámpát úgy, hogy Noonra rakjuk. Hi, Noon! És erre. Oda néz, ott van egy szék. Rúnárk. Smithingston. Ja, hogy rossz az irány. Ezt amúgy ki kéne vennünk innen. Bár oda meg vissza akarok menni, tehát ezt a helyet át akarom nézni úgy, hogy nincsen éppen felfordulva a torony. Érdemes, srácok, úgy átnézni a tornyot, hogy nincsen felfordulva? Van értelme? Van úgy loot ott. Na nézzek, hopán küldött. Oké, van dam. Dragon Cult Prayer Book. Fogadok, hogy legalló lesz, azért nem látom. Jé, ott egy secret tier. Így van. Újabb inkantációk. Lightning Spear, Honeed Bolt, Electrify Armament. Egy random NPC-ben. Látom, megint frissített valamit a game. Ja, jó, jött valami 14 megás frissítés, de nem tudni, hogy az abban mi volt. Maintenance van a Lost Ark-ban, ha. Emlékszem, amikor először jöttem a temetőbe, és nem értettem, hogy miért nem halnak meg a csontik. Milyen bildán nyomom? Ilyen papos varázslós bildán. Hát ezt megértek kiértani. Így, hogy itt nincsen loot. Ilyen hibrid, int hibrid fate-es bildán nyomom. Itt volt a TBA marinerünk. Na várjunk, akkor őt nem írtam föl. Akkor ez a boss fight kimaradt volna? Tibia Mariner. Pedig öltünk ilyet is, csak akkor azt lehet, hogy nem legutóbb. Akkor azt lehet, hogy még az előtt. Ja, őt megöltük. Látjátok?
ő ott kéken világít. Azt mondtátok, hogy aki kéken világít, ő manát ad. Ő nem adott semmit. Ő meg HP-t ad. Jó. Én legutóbb, amikor a föld alatt voltunk, megöltem egy kéket, aki egy képességet adott nekem. Úgyhogy előtte pont azt mondtátok, hogy a kék az csak FP-t ad. És én ebben a tudatban voltam, és ezért nem öltem őket, mert hogy hát ők csak úgyis FP-t adnak. Rák úr! Az gond. Na-na. Szeretnél látni, hogy mit tudok? Igen, a kék adhat elsoport is. Ó, köszönöm szépen ezt a megerősítést a Black Coffee-re. Erre szükségem volt, mert eddig mindenki azt mondta nekem, hogy ez csak is kizárólag FP-t ad, vagy mármint, hogy hogy visszatölti az Estus-t, a kéket, a piros meg piros Estus-t tölt vissza, és azt hittem, hogy én vagyok a hülye. Az másfajta kék? Egy jó tűz. Na, szeretnél a haverod sorsára jutni? Nézd, tudok ilyet. Mennyire használta ez a kard nelf után? Nem tudom, srácok. Amióta jött az új patch, azóta én nem nagyon voltam olyan helyen, ahol így számít a sebzés. Beast Blood. Ja, vágja valószínűleg használható? De a kardot nerfelték. Oké, okay, megyünk itt még tovább akkor. Köcsök földére megyünk éppen. Oda tartunk. Amúgy, ha jól tudom, annyit nerfeltek a Sword of Night and Flame-en, hogy kevesebb a sebzés és több az FP. Posztja. De hogy melyik támadásának mindkettőnek, nem tudom. Köcsökfölde. Ott lent is van valami. Hát még így is egy mini komet az ura weapon artja, így is OP még. Szerintem is. Lantern. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Lantern, hát nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Üdi máron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el.
Köszi, köszi. Srácok, peregjenek a szvegák. Ez a kard lógatás, miközben megyünk, ez annyira jól néz ki, annyira menő. Így letartod, és így suhintasz egyet vele. Még néha beleakad a földbe is, annyira király. Köszi szépen, Lantan. Liurnia Highway North. Bazsi, nagyon szépen köszönöm neked is a negyedik hónapot. Srácok, peregjenek a szvegek. Fel kéne amúgy húzunk egy másik summont. Jézusom! Sasztok! Fú, belefutottam abba, akin ez a ruha van. Mármint, hogy... Mire gondolsz, Lord Feri? Ja, akin ez? Az én ruhám? Jézusom! Köszi szépen, srácok, a pergetést! Igen, ő egy tenyérbe mászó alak, akinek a ruhája rajtam van, de ad 3 mindot vagy 5-öt a sapja, úgyhogy azért használom főleg. Utáltátok a varázslót? Hát azt elhiszem, srácok, tényleg, mert olyan stílusa van. Ha nem olyan attitűdöm lenne, hogy mindenkivel mindent megcsinálunk, akkor lekaszaboltam volna a fenébe. Köcsögök városa? Na jó. Hol lehet a köcsögök városa? Most a mostani pozíciómhoz képest merre van a köcsögök városa? Mert azt mondták, hogy ettől a résztől délre, de hát én jöttem délre, az lenne ott. Purified Ruins. Keletre. Ott a parton? Azt mondták, hogy itt ettől is délre. Köcsögök városa közel van. Ott van valami látszólag. A várja, akivel én találkoztam, az Invader volt. Lehet, hogy invédelni is tud egyébként. Lehet, hogy Ceruvis tud invédelni is. De miért lehet... Pont akartam kérdezni, hogy ide miért lehet idézni. Már látom.
Én is megöltem ott a Karian Study Towerbe egy... egy valakit, de őt nem láttam közelről. Húha. Nagyon pici délre? Oksám, ugye megnézzük. Ez hihetetlen. Nyomjad mimik. Redinasba. Mindenki a mimikkel nyomja? Menő cucc. Főleg, hogyha kétszer kasztolunk ilyen menőségeket, mint amit én is tudok, az nagyon jól néz ki. De ki akarok próbálni másik szemant is. Hello. Oda néz, Karian Glintblade staff. Végre egy staff, ami jó a hibrid buildemhez. Végre egy staff. Mit mondtak? Mázlin van? Annyi staffot szereztem. Nem. A Glintblade sorcery-kkel jó ez a cucc. Ez meg a full moon-nál. Jó, hát rengeteg staffom van, de olyanom nincs. Ami hibrid lenne. Hát én nem tudtam megölni. Én azt csináltam, hogy 85-öket sebeztem vele, és így lőttem, Lord Fairy. Nagyon izgalmas. Jó, 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 jó. És egyszer csak meghalt. Sőt, direkt olyan képességet hoztam, amivel leránthatnám a mélybe. De az kiderült, hogy nem hat rájuk. Az NPC-kre nem hat. Lehet, hogy playerre hat, de NPC-re nem hat a rángatós képességem, a gravitációs. Kettő hibrid staff van. Az egyik, ha jól tudom, a Volcano Manor közelében, a másik pedig nem tudom, hogy hol. Zakika. Tehát azt mondta Yoko Sensei, hogy pici délre. Jó, hát akkor még ezt tudom elképzelni, hogy ott lesznek a köcsögök. Bár az nem tűnik falunak. De nézzük. Deep Root-ba? Wow, na az király. Az király, az nagyon király. Az nagyon király, mert tényleg pont az a terv. What? Ja, hogy a Karian Study Hall-tól picit délre. Ó, oh, oké. Okay. Értem. Megtudtuk, hogy ez mit csinál. Szuper. Innen át lehet jönni. Szuper. Délre a part mentén szerintem. Ott lesznek a köcsögök. Az helyzet, hogy a kis Glintstone sárdos képességem se sokkal többet sebez, Lord Fairy. Jaj, amúgy mit mondtatok arra a kérdésemre, hogy érdemes-e felfedezni a tornyot úgy, hogyha nincs felfordítva? Nem emlékszem. Vagy nem látom, hogy erre válaszoltatok volna. De lehet, hogy csak... nubaskodtam. Azt mondták, hogy érdemes nézni. Azt mondom, hogy már egy kiabál. Annyira ideges lett, hogy nem figyelt. A nézőimre nem figyelek. Én azt mondtam, hogy mindig megéri. Van ott loot, de hogy mi, nem tudom. Aki esetleg tudja, hogy van-e ott olyan loot, ami nekem jó lehet, az nyugodtan elmondhatja. Bár amúgy is föl kéne fedezni azt. Mi baj lehet? Jézus. Na, az jó. Az elég jó. Az király. Az artistságra kell indulni. Jó.
Csak viccelődök, azt mondom, és semmi gond. Igen, legalább megnéztük, hogy hova kell menni. Nem a kettes. De a kettes az miért van egyáltalán bejelölve nekünk? Ja, mert hogy ott volt egy varázslat. És akkor most a hármas kell. Ja. Ilyen képet keresgéltél már? Nem, de van már egy képem. Egy olyan, ami szerintem Radahn körül van. Pillanat, megnézem, hogy hol vannak ezek amúgy. Itt van, tessék. Ez. A kastélyt kell látnom. Távolról. Ott a segbe is volt egy komolyan. Na hát akkor vissza, go back. Ha a kép közelében vagyok, megengedem nyugodtan, hogy szóljátok, hogy ilyen te ott egy képet fel. De jó! A fa és az akadémia egy temetőből Resurrection nevet visel. Tök király. Igen, a 13-ashoz megyünk. Nekem a Rock Sling meg a Meteoroid Staff 40 Intel elég jól adja a damot. A Rock Sling az, amikor három kavicsot lősz ki. Wait, a képek nem csak guide-ok rejtettebb dungeon-ökhöz? Szerintem nem. És ezek jók valamire, ezek a festmények? Ja, jó. Aki szereti nyomozni, felfedezni, annak jó. Várható volt? Az, amikor három követ dobsz, aha. Meg kell keresned, hogy honnan festették a képet. Ja, azaz. Na, ezt azért csináltuk, hogy reggel legyen. Ilyen kincskereső küldetés. Jól hangzik, nekem szimpi. Nekem szimpi a dolog. Kristályos budi. De szerintem működik az új patchbe a folder. Működik, srácok, működik, ha valaki kipróbálná. Elég szíves fébüldel tolni a játékot. Mossa jobbnál jobb sorcery-ket az incantation-ek meg vagy el vannak dugva, vagy még szarok is. Én nekem most van egy, ami most be van rakva. Ez a Flame of the Fell God, ez elég király. Szia, Sinna. Jarberg! Ott vagyunk! Mit szólsz a kardnelfünkhöz? Nem érzem. Perpil nem érzem. Nem voltam még olyan helyen, hogy így ezt leteszteljem. Azt hiszem. De hogyha tudtok mondani számokat, hogy a 10-es kard 1056 helyett 1046-ot sebez, azt nyugodtan mondhatjátok, mert akkor talán megértem. Itt is működik a fall damage. Szevaszgár Rob. Az a helyzet, ilyen ugrálásba eddig szerintem még nem haltam bele sose, de hát valamit... Na, tehát... Valamikor mindent el kell kezdeni. Jó. Hát akkor oda?
Ez ugyanaz az ugrás. Elvileg a plusz 10 sebzett 1400-1500-at, az első softcap-el most már csak 800. Itt most azt teszteltem, hogy tudok-e ugyanolyan bénán ugrani, mint az előbb, és tudok. Az amúgy elég komoly. Majdnem fele annyit seb ez a kard. Fele annyit seb ez a kard? Az komoly. Akkor ideje átrollolni. Mert a mágus build. Night Comet. Night Comet-es mágus build. Azt szerintem még a mimikem is jól tudná kezelni. Bár a fene se tudja. Én oda hogy ugrottam le? Ide átmegyünk, és akkor onnan ugrunk le, mit szóltak. Oda néz. A mimiket nerfelték? Nerfelték, aha. De én nem érzem azt se. Én azért sajnálom ezt, mert plusz 10-re egy run alatt 3 fegyvert húzhatsz ki. Legalább lett volna olyan lehetőség ezzel, hogy betöröd a kardot és visszakapod azt a plusz 10-es kavicsot. Aha. Állítólag a mimőrökről azt tudom mondani, hogy egy harmadot nerfeltek rajta, aha. A mimiknek nincsen végtelen FP-je. Ó, hát ez szemétség. Akkor ő is tölti az FP flaskával a manáját? Üdv mindenkinek, skacok közben. A Night Comethez már mana is kell. Hát, attól függ. Arra fogok építeni, Gardrop, hogy az első 10 másodpercben lenyúkolunk mindenkit, aztán azt mondjuk, hogy hello. Mostanai poison rendszerrel lehetetlen elkasztolni a... pár close combat incantation, például a Breath of the Gods-ot. Aha. Király lenne egyébként. Nagyon nehéz kasztolgatni, bár kevesebb bekerülnek a varázslatok valami ilyesmi jött, nem? Ha már itt vagyunk, akkor... ehhez nincs, de ehhez van. Ja. Jó, és csak egyszer tudtunk. Személy szerint a Black Knight Summon tudom ajánlani, elég durva a flame sebzése. Én most ezt a Lutelt akarom kipróbálni, mert ő elég menő. Mármint, hogy nem most akarom kipróbálni, hanem akartam már kipróbálni mióta. Itt van már berakva erre a gyors gombra. Csak... egyelőre jó volt a mimik. Van cast time csökkentő talizmán, meg nem csak cast time csökkentő talizmán van, hanem van erre bot is. Igen, igen. Egyrészt a sebzésén csökkentettek a mimiknek, másrészt pedig buffolták azzal, hogy több mindent tud utánozni. Nem? Milyen jó ez a hely? Ilyen barátságos. Szép virágokkal. Csak néhány sorcery az incantation-nak FP kosztjaihoz nem nyúltak. Ó.
A sok köcsög. Hát ez mennyi köcsög már? Egy élő köcsög töredék. Ő lesz a barátunk. Nem. Van még egy ház, amit meg lehetne nézni. Vagy az a felső rész például. Ó, oh, na ő az! Ő a mi köcsögünk. Are you going to be the new potentate? Na, ő lesz akkor az emberünk, Jar Bairn. Gosh. Truly. Én leszek az, aki megformálja az új köcsögöket. It's not easy being potentate though. I know. Show me your hands. It's just a little test, cuz. To see if you've got the right stuff. Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. Szerintem nem jó a kezem ahhoz, hogy megformáljam a köcsögöket. Őt töltetted meg az előbb? Shit, Bazsi, hát kellett neked így csapkodnod. Kaphatsz egy aláírás, Steven? Nem. Nem csinálok ilyeneket. Sajnálom, én Nerfre ébredtem az Elden Beast előtt, patch után nekem észre se veszi a Beast a mimikem. Shit. Hát... A boss neveket tudom, hogy milyen bosszok vannak. Tehát, hogy azt már tudom, hogy milyen bosszok vannak. Azt is, hogyha hogy néznek ki. Én néztem speedrunokat, de ettől függetlenül ne nagyon beszéljetek olyan dolgokról, ahol én még annyira nem tartok. Don't look so glum, cuz. We can still chat. Potentate or not, come back and visit me. When you can. Jó, tehát azt mondta, hogy túl durva a kezem ahhoz, hogy megformáljam az új köcsögöket, és jöjjünk vissza majd máskor. Van nekünk egy hozzátartozó NPC-nk. Dialos, aki a Volcano Manorba van. Nocsak. Jó. Szóval Dialosszal fog folytatódni az ő küldetés sorozata. Oké. Zsír. Az Elden Beast nagyon durva, megidézi patchist és vánsatol annyira, hogy törli a szépet. Oké, na hát akkor ezt megcsináltuk, srácok, találkoztunk az új NPC-vel, aki most jött be az 1.03-as patch-el. Ha minden igaz. Ha nem lettünk átverve. Akkor ez az. Jó, a Volcano Manorban én annyit voltam, hogy betettem oda a lábam, azt sem. Úgyhogy azt majd jobban fel kell fedezni, de nem ma. Oké. Kell neki egyébként Rykard kill is. Jó. Van itt még nekünk egy NPC-nk, akiről ki kéne deríteni, hogy ő kicsoda? Úgyhogy egy pillanat, srácok, kiderítjük, hogy ő kicsoda, és akkor mindjárt csináljuk a dolgokat. Pillanat. Egy kis türelmet kérek. Nos.
Hietta. Hietta. Ő itt Hietta. Jó. Szóval ő itt Hietta. Egy titokzatos nőszemély. És ő is ilyen őrült. Ajaj. Frenzied Flame Seal. Ó, na, ho-ho-ho-ho-ho-ho. Ho-ho. Na, neki köze van az egyik endinghez. Ennyit mondhatok, és ez nekem azért tetszik, mert mármint nem az ending, azért tetszik, mert ez egy seal. Zsír. Zsír, zsír. Mehet, akkor ezt meg kell csinálnunk. Szóval, Hietta. Ha már köcsögök emlékszel a kolosszál és köcsögre kélítbe, az ő modelljébe bele van gyömöszölve a lába, hogy úgy nézzen ki, mintha... Van olyan? Emlékszem a kolosszál és köcsögre, ott azokkal a srácokkal még nem küzdöttünk meg. Na, neki egyébként kapcsolata van a Lord of Chaos-os endinggel kapcsolatban. És akkor nem spoilereztem semmit. My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibiri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Várj egy kicsit, ne haragudj, de mit csinál ez a Shibiri grape? Azt sem tudom, hogy hol van. Ez egy quest item, szerintetek? Shibiri grape. Ott van. Azt sem tudom, hogy ezt hol találtuk. Shibiri grape. Hol találtuk ezt? Ebből több is van? Na, ezt elvileg meg lehet találni Godricnak a trón szobájába. A Purified Ruins-ba is meg lehet találni. Edgar. Edgar is ilyet dob például. Oké. Okay. Egy NPC invader a Revenger Shack fölött is ad ilyet. Jó. Oké. Okay. Tehát, hogy négy helyről lehet ilyet szerezni. Szóval szerintem így van, Gardrob, így van. Én Godric trón szobája után a kis hátsó kiáraton keresztül találtam ezt a Shibiri grape-et, ami gyakorlatilag itt van. Ott a kiárat. Ha minden igaz, valahol ott. Na mindegy. Szóval ez nekem onnan van. Hello. Would you donate them on a pilgrimage when I eat? Tessék. Many thanks to you. Egyed. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Az ujjak áldása. Meg is tanultunk egy új emotot. Ez jó is. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Jó. Aztán Purified Ruins-hoz fog menni. Purified Ruins, oda megy. Tehát itt akkor most végig kell őt kísérnünk szerintem. Mert azért gondolom, hogy végig kell kísérni, hogyha ő neki közel van a Frenzied Flame-hez, az erre van. Az erre megy, tehát ott van. Tehát hogy őt valószínűleg ezen az útvonalon kell itt végig kísérni.
Wow, hát ezt észre se vettem eddig. Hello, fiú. Kösz. Van egy varázsló is köztetek? Hello? Ez puli. Ez egy puli kutya volt. Ah, de király, hogy ezt nyomod. Ez jó cucc. Tess. Uha. Mimik. Jó. Elkasztolta a Golden Wow-ot. Hát ez a Mimik, ez hatalmas forma. Wow! Wow! Nagyon király a Mimikünk, nem? Konkrétan Golden Wow-ot nyomott. Buffol helyettem is. Ott is van puli kutya. Kuckónak a Glintstone-ja. És egy bázis shield. Olyan jó, ahogy így szétfröccsent a vér. Mármint, hogy jól nézett ki, ahogy a füvet beterítette. Ez itt ennyi lenne? Hm. Ott egy homár! Ó, oh, ott a csajszi. Homár. Volt, nincs. Hello? Is someone there? Nem, nincs itt senki. You donate any Shabiri grapes in your possession to me. Ok. I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Az a helyzet, hogy nincsen. Shabiri... Shabiri grépet kell neki adnunk. Shambiri, Shambiri. Hm. Itt lesz egy lejáratunk? Nem. Ez valami hidden dolog lesz, igaz? Itt még nem voltunk, szerintem. Júj, kutyus. Gomba, gemba. És ezt biztos, hogy nem akarjuk használni. Mert ez elvisz minket. A megoldás, akkor lehet, hogy itt lesz. Aha. Valami történt. És
sehol semmi. Na, mert mit csinál szépen Bazsi, hogy Renával összefutottál? Aha. Egy lámpa. Ő nem volt a helyén, értem. Shabriri grép. És egy kis... két ujjasok, erlúmja. Mit tudnak a két ujjasok? Rézeli a fejtet. És ezt úgy tudjuk jól megnézni, hogyha én ide jövök. Öttel növeli a fejtet. És öttel tudom növelni az intet? Wow. Királyság. Ez nagyon király. Előtte beszéltem a tekivel, és szerintem így indult be a questline. Hát, ezt meg nem mondom neked, Bazsi. Hogy hogy indul be a questline. Na. A Chelsea egyébként nem is kérdezte, hogy velünk már beszéltek korábban. Egyet. Firmer. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Jó. Okay. A következő, ahova ő megy, Hietta. Gatestown Bridge Site. Ez még mindig Lurniában van. Gatestown Bridge Site. Gate. Lift. Mi? Gatestown Bridge Site. Gatestown. Az melyik lehet, srácok? Egyébként itt van EG. EG-vel se beszéltünk már mióta. Szia, szia, Samans. E.G. Well, my first war counselor. Blade haláláról beszélünk neki. How could Blythe? How did he break free from his cell? No. More importantly, Blythe became a curse that plagued Lady Rani. Yet even in madness, gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blythe. When I do, I only hope you'll accept my apology. Okay. Ezt használjuk is szerintem. Amit itt árul. Ennyi. Úgy. Ott van. Rossz gomb.
Azt hittem, hogy boss lesz. Én itt megvennék mindent, amit most még lehet. Ezek miatt nem kell izgulni, mert direkt erre találták ki ezeket a bell bearingeket, hogy ne legyen gond. Hát ez elég fura. Azt hittem, hogy harcolni fogunk vele. De igazából csak megölte magát. Eszembe jutott, hogy még anno a Free Epic ingyenes volt a Nioh, és beszereztem, hát most felinstaláltam, és az első két fézes bosson túl még nem jutottam. Az kemény játszik. Szóval azt mondja nekünk Yoko Sensei Extra Life-on ott van, hogy hol van éppen. Nézzük. Harmadik lokációja egy hídnál van. Egy hídnál van. Tehát itt. Aha, tehát egy kicsit jött följem. Hát ő öngyilett, így van. Mert hogy azt mondta, hogy ha jól értettem, Blade-nek átka volt, ami hatása volt Ránira is, és ő nem volt egy jó tanácsadó. És hogy reméli, hogy bocsánatot fog kapni Blade-től. Persze, ha jól értettem. Simán lehet, hogy nem értettem jól. Ugyanazt mondja. Shabriri. Na. Elvileg valahol lesz valami invédünk. De hogy hol? Az invédünk... Fa. Ez nem az a fa. Valahol lesz egy invédünk, és akkor ő például dob egy ilyet. De ez az, ami neki kell például? Majd a példát azt nem akartam adni. Így van, valahova ide kell jönni. Egyszerűleg. De hogy oda hogy megyünk, azt még nem tudom. Szóval nem tudom, hogy ez a Shabriri, ez most így... Ez nagyon távol van az ő lokációjától. De itt is találhatunk egyet. Azt hiszem, hogy eltírtatok, csak rá volt húzva az egerem a chatre. Ó, itt meg egy kazamata lesz. Ott lesz konkrétan bejárat. Zsír. Akkor legalább így nem felejtünk. Ah, és ott a Grace is. Uha. Kicsit vadul csináltuk. Ah, ez már azt jelenti, hogy invéd. Szerintem. Leszállítottak minket a lóról, ez elég gyanús. Az komoly!
Az komoly. A tüzet átugrotta Edgar. Benny Knights Halberd plusz 8. Az volt az a dungeon, amit szintén ott hagytam már, mint a boss-t. Megnézzük majd. Ez mennyire király volt már. De Edgar vajon... Edgarnak vajon mi lehetett a sztoria? És honnan kellett volna rájönni, hogy ide kell jönni? Hát végül is nagyjából egy útba volt ezzel, de hogy így... nem is tudom. Nem is tudom. Ó, dungeon-öket majd tisztogatni fogjuk. Biztos lesz egy stream, amit arra áldozunk, hogy a Liurnia, illetve a Kaelidi dungeon-öket így át bújjuk. A Limgrave-esekből meg az alatta levő területből már mindegyik megvan. Now I can feel the distant light once more. That's my mouth, but... I wonder what Shabriri grapes really are. Delectably tender and sweet, yet searing. What a sight they must be to behold. Tehát, hogy elmondjuk neki, hogy amúgy Shabriri grépje valójában emberi szem, mert hogy amúgy annak tűnik. Igen, ez gyakorlatilag egy szemgolyó. Igen. Azt mondja, hogy... el kell mondani neki, hogy mi ez. Mert addig nem tudjuk folytatni. Tehát, hogyha nem mondjuk el neki, akkor nem folytatódik. Not all of those people. Their own. So those noises I heard were. Sorry. I'm all right now. Don't mind me. Kicsit engem is kirázott a hideg. Attól, hogy szemgolyót evett a csajszi. I apologize. You only did as I asked. Így van. I'll be fine. Think no more of it. Azért még adunk neked... A izé... Kétszer gondold meg, ha szőlőszemet kérsz tőlünk, lehet, hogy szemgolyó lesz. Oké. Okay. A következő rész, ahova mennünk kell most vele. Már is nézzük, hogy... az hol van. A Bellum Church. Bellum Churchnél lesz ő. Az nekem ismerős ez a rész. Oda mentem akkor, amikor itt nem tudtam bejutni. Így van. Tyúk szempörkát. Halóka? Merre vagyol? Vagy reloadolnom kellett volna ott? Az ott NPC. Lehet, hogy reloadolnom kellett volna ott. Most nem látok senkit. Ja, mert hogy oda jelzi még mindig. Tyúk szempöri. Olyat szerintem nem ettem még. Van egyáltalán olyan? Na, úgy néz ki, hogy újra kellett tartani. I've gleaned something very important indeed, thanks to you. The reason why it was eyes I had to eat. The distant light is far and frail. So faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears.
finally. It all makes sense. Én nem. I'm certain now. I will be a finger maiden. I've gleaned something very uncertain now. I will be a finger maiden. Jó. Azt hittem, hogy ez már eddig is világos volt, hogy ő finger maiden akar lenni. Finger reader Krón, az ki a fene? Most ez így nincs meg. Ja, megvan. Megvan. Hogy őt így hívják. Hadd olvassam az ujjaidat, nem olvashatod. És ezt az utat mi még sose tettük meg. Nyugén próbálom elgötöttem az össze öreg asszonyt, és elkezdett megátkozni, hogy csak a halál vár rám úgyis. Ó, oh, nice. Hát akkor már megérte amúgy erre jönnünk, srácok. Ha itt is van ilyen lovas. Hány lovas van amúgy a játékban addig? Szerintem hárommal vagy négyel már biztos. Jó, szerintem ő a negyedik egyébként. Itt meg lehet idézni. Ja, és ő a... izé. Ú, meg ott megvajazza a dolgokat. Mi a manó? Hú, te is nyomod? Tess, jó vagy. Jó vagy. Százhetvenet az elég királysebzés. Ennyi volt. Itt voltak páran, és akkor ezért lehetett mimiket idézni. Érdekes. Na, itt van. Ez mi lehet ez az item? Golden Centipede, vagy micsoda. Van már belőle 11. Craftoláshoz jó. Oh, hello. Is that you over there? Have you there special grapes which I need to Jó, el kell skippálni. Oh, hello. Is that you over there? Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes. Fingerprint grapes. By the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before. But I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. Tehát neki egy olyan grép kell, amin új lenyomat van. Újaktól. Tehát neki most egy fingerprint grép kell. Osztóját honnan szerezzek neked? Church of Inhibition-ből.
Itt, ott van. Tehát neki ez onnan kell. Jó. Jó. Megszerezzük neki. Metines Frugó Jencike. Jencike, te szereted a Metint? Nekem egy olyan mod kéne amúgy az Elden Ringhez, amikor mindig nappal van. Vagy legalább ne váltakozzon az idő. Mármint, hogy jaj, ez tudom, nagyon csúnya dolog, hogy ilyet mondok. Mert hogy pont szép benne, hogy váltakozik az éjjel és a nappal. De egyébként nekem nagyon tetszik a nappal. Mármint, hogy jól néz ki minden. De jó! Tíz éve játszod? Nice! Jézus! Harminchat. Jól van, köszi szépen, jó vezetését. Csak ügyesen. Köszi, hogy itt voltál, és jó hétvégét is egyben. Astronomist. Hogyan ölnék esti bosszokat? Nem tudom. Ma akkor inkább csak azt kérdem, hogy ne váltakozzon az idő, és akkor én ugyanúgy tudnám váltani az időt itt a grészeknél. Oda néz! Frenzied Burst. Fétes cucc. Itt vagy még a Lantern. Ezeket a képességeket, ezeket a frenzy cuccokat nem próbáltad még? Tehát konkrétan Superman képesség. Lézer jön a szemünkből. Komoly mi? Ez konkrétan olyan, hogy penetrál az enemy guardján keresztül. Ez nagyon jól hangzik, srácok. Ez iszonyatosan jól hangzik. Engem az jobban zavar, amikor esti boss ellen meghalsz, és halál után reggel kelsz fel, és megint ülesz rá a grészhez időt skippelni. Értem, amúgy értem, és azt is értem, hogy miért hülyeség, amit én is mondok, de nyilván ez tehát hogy ez moddal szerelhető lenne. De hogy, ja, hát ez nyilván így jó, ahogy ezt kitalálták. Ujjaj, az gond! Fingerprint Grape és Vikez Warspear. Nem, hát ez nyilván ilyen, mert hogy ugye ezek az esti bosszok ugye nem kötelezők, és ez csak úgy meglepetés. Nyilván amikor már a nyolcadikat ütnéd le, akkor már nem meglepetés, mert tudod a mechanikát, de alapvetően ez ezért ilyen.
Igen, mert hogy ezek a grépek igazából ilyen szemek szerintem. Tehát, hogy mármint, hogy biztosan szemek, csak hogy grépnek mondják, hogy ne legyen olyan fájdalmas a tudat. Amúgy összeket, hol is kéne? Itt kéne a kieknél. Ez konkrétan olyan, amiből, hát konkrétan igen. Bele van égetve az ujnyomat, ott van rajta egyébként. Tehát ez egy szem, amin egy égetett ujnyomat van. Új lenyomat van. Szerintem az esti bosszokra nem volt szükség, főleg, hogy nincs nappalóli boss, mert ha rosszkor jársz jó helyen, azt hiszed, hogy nincs ott semmi. Ja, így van, így van. Ezért mondom, hogy ez, hát nyilván így jó, ahogy ezt kitalálták. Idézőjelesen jó. Finger Maiden fillet. Maiden rope shoes. És egy tír. Shabiri babiri babiri. Azt mondja, hogy átjövünk ide. Igen, azt a cuccot megkaptuk. Itt volt egy invader, nagyon jó. Jó. Grépet megkaptuk, szuper. Nagyon szuper. Meg kéne nézni ezt a képességet, mit mondtak. Spell memorizálás. Na. Lehet charge-olni. Wow! Akár Kyklops is lehet, ja. Hát ez mennyire király már. Mármint, hogy mennyire király jól néz ki. Jó, és akkor mehetünk vissza. A Bellum Churchnél egyébként mutat valami... Ja, igazából csak azt mutatja, hogy arra kell menni. Hogy merre kell tovább mennünk, oké. Okay. Na tessék, itt egy újabb szőlő. Na tessék. A fingerprint grape. Tried and true. What a wondrous thing. A fingerprint grape. Oh, how sweet. Yet, how it burns. Thank you. I've composed myself again. May the blessing of the fingers be upon you. És ott közben csámcsogja a szemet. Mind. Thank you. From the bottom of my heart, I'm sure I'll be a finger maiden. Jó, hát ha most lecsücsülünk, akkor ő valószínűleg már nem lesz itt. Így van, ő már el is utazott. Jó. Szuper. A következő helye az... Hát itt lesz. Az itt lent. Az majd itt lent a Royal Capital alatt lesz. És nem úgy alatt, ahogy itt... ezen a részen, hanem alatta, mint egy alsó részen, amit nem tudom, hogy azon van-e térkép például, de hogy ő lent lesz valahol. Igen, megnézzük, hogy arról tudunk-e így valamit. Igen, itt van egy videó arról, hogy hogyan lehet kinyitni. Aha.
Jó, tehát van egy ajtó, ami kinyitásra kell majd. Oké, tehát akkor ez még nekünk nem egy aktuális dolog ezek szerint. Jó. Ne felejtsük, vagy csináljuk meg. Az a helyzet akkor lesz kész a küldi, hogyha ezt megcsináljuk. Aj. Sziasztok, kérhetek egy segítséget? A Lone Wolf Ashes upgrade-hez honnan szerezhetek Matit? Nézd meg, hogy mit kér tőled a Spirit Tuningos Csajci, azt írd be a Google-ba, és akkor látni fogod, mert most így fejből nem fogom tudni neked ezt megmondani. De ha jól tudom, ezek a Grave Wartok, azt hiszem azok ellenek, ezek kis dungeonokból, alvilági részekről jönnek. Nem tudod most megcsinálni, mert a fősztoriba előre kell haladni hozzá. Jó, akkor igazából ezt itt nyitva tartom, hogy Hiettával haladnunk el, a Jarbrain-nel is majd haladnunk el, Dialosszal is kell majd, nagyon jó. Hát itt egy csomó minden most felgyülem lett. Amerre mennünk kell, az a lenti rész. Vannak egyébként specifikus ilyen glovewortok, amik így... meg vannak jelölve a tér, mármint, hogy vannak speckó ilyen lovortok, amiket a wikin leírnak, hogy pontosan hol van. De nézd meg mondjuk az interaktív térképét a Map Genie-nek, vagy a Faxra Life-nak, és akkor ott pontosan láthatod, hogy hol vannak ezek. Jó. Küldisztünk, megcsináltuk, mármint hogy haladtunk ezzel a küldivel. Ez királyság, és... ott is van Finger Reader. Renála van. Jó. Menjünk tovább. Menjünk le. Van valaki más, van annyira elszement, hogy egérben győzette játszik? Biztos vannak egyébként. Biztos annak. De nem olyan gáz azért. Nyilván úgy a target lock annyira nem értelmes, de hogy, ja, nem izém. Az NPC ikonok nagy áldás. Ja. Az kedves. Add meg neki! Nagyon szép, nagyon szép. Vérem. Mauzóleumi lovag. Hogy nyomtad neki? Ott egy barát. Megérem lényegyzete játszom, mert nem bírom megszokni a kontrollát, az összes DS-t így vittem végig, mondjuk mágus karakterrel easy módban, de akkor is... Hát...
nem feltétlen jelent a mágusozás easy módot egyébként. Jaj, az NPC ikon az nagyon király dolog, szerintem is, Csabi. Priest of Death Stuff. Szerintem erre gondolt, Zakika. Szerintem erre gondolt. Ez az! Boostolja a Death Sorcery-t. Nagyon szuper. Scalingje jelenleg 143-as, és ez csak jobb lesz. Na, akkor nézzük csak. Tehát... Nyomunk nektek egy ilyet? Nem? Egy olyat, hogy ilyet? Nem, ez sem. Akkor... ilyet? Tessék. Közben láthattok. Na, mindjárt előkapjuk Zakikat, csak meg akarom nézni, hogy mi a másik. Staff Elden Ring. Szerintem nincsen megcsinálva egyébként, tehát hogy nincsen jól átportolva a PC-re az Elden Ring, mert hogy a menü egér billentyűzettel borzalmas. Tehát a menü kezelés az borzalom. Nekünk az kell, hogy fétes. Három is van. Aló? Bloodloss-os. Na van egy Gelmir Glinstone és egy Staff of the Guilty. Mondjuk nem, mert az még mindig nem hibrid. Tehát a Staff of the Guilty az nem hibrid. És ezt honnan szerezhető meg? Fort Lied pedig... Köszönöm szépen. Ez Mount Gelmir. Ó, hát ott is jártam már. Mármint, hogy nem, ott még nem jártam, de hogy az is közel van. És azon akkor a Volcano Manor közelébe. És van nekünk még itt a Gelmir Glinstone. Ez a Gelmir valamiért ismerős. Aha, a Gelmir Glinstone staff az a cucc, ami egy nagyon ritka drop azoktól a menszerpentektől, akik ott vannak a trónszobában a Volcano Manorban. Tehát, hogy ezt érdemes úgy kiszedni, hogy használunk ilyen lábakat, amik boostolják a dropot. És a Gelmir Glinstone staff boostolja a lávás sorcery-ket. Oké. Okay. Tehát a Prince of Death staff az szerintem amúgy nekünk jó lehet, csak azt akarom megnézni, hogy az milyen képességgel jó igazán. Ancient Death Rancor, Explosive Ghost Flame, Fiaz Miss, Rancor Call és Tibiaz Summons. Tehát tudok summonolni a staff-fal. Wow. A Rancor Call az már nekünk amúgy megvan, a Fiam Mist az pedig egy jó... Ez tetszik. Tehát a Fiam Mist egy olyan cucc, ami halálos köd. Wow. Oké. Okay. Ez tetszik nagyon. Explosive Ghost Flame. Ancient Death Rancor. Na jó. Na jó, ez tetszik. A halálos köd, mint amit a békák köpnek. Szerintem simán lehet, hogy azaz. A fiasz minszert itt tudod felvenni, nem eszem. Oksa. Jó. Na, ennek most nagyon örülök, srácok, hogy meglett ez a staffunk. Jó. A Tibia Summon Spell-t ennek próbáltam hulladék legalábbis szerintem. Hát, attól függ, is van valami loot. Gondolom attól függ, nem? Hogy
milyen bélyel nyomod, de már mondjuk, azt mondtad, hogy mágussal. Nem tudom. Aetheria leaf. Raft cucc, mi? Aetheria leaf. Igen, ebben már van egy csomó. Nagyon ritka ilyet találni. Vegyük fel a stafétát? Fölvesszük! Ugye fölvesszük, csak fel akarom pimpelni, hogy ki tudjuk próbálni. Ez milyen smithing stone volt? Sima? Amúgy. Nyilván amúgy rossz gombokat nyomogatok, most is. Na, tehát ez ilyen bot. Nehezebben, nem nehezebb. Jobban skill-el és Death Sorcery-t boost-tol. Azt nézzétek. Azaz. A Night's Mist ugyanolyan, mint a DS3-ban a Pestilent Mist. Én azzal játszottam. Nekem rémlik annak a neve. Valamilyen Mist-tel játszottam, és szerintem a Pestilent-tel. Azzal öltük meg izét. A sárkányt. Ez nagyon combos volt. Ő mit tud? Hogy ilyen combos. A midiről ölsz be. Ja. Azt a rohadt... Haló? Ezek valami nagyon durva. Ezek valami nagyon durva pókok. Hát láttátok, majdnem van hitelt. Haló? Ja, a hangyák, azt akartam mondani. Mennyire érezhető, ahogy nerfeltek? Én nem érzem. De elvileg fele annyit sebez. Az a helyzet, hogy ez egy olyan kérdés, hogy nem tudom megmondani. Milliárdok helyett milliókat sebez. Kb. Így tudom azt mondani, hogy ja, gyengébb. Manát, a mind viszi fel, így van, a manát. Itt miért lehet felugrani? Vagy egy-két talizmán? Mert volt itt egy item. Ja, akkor jó. Akkor jó. Oké. Okay. Akkor így le is megyünk oda.
És mert meg lehet halni többször is, ha elvéted a lefele utat. Nem velem tört. Jaj! Kis gülüszemű ízék! Jaj, jönnek! Akarnak. Na ez is ilyen gloss, ghost glove volt. Én látod? Látod? Ez is egy ötös. Az előbb kérdezte valaki itt a chaten. Itt voltunk bent. És ott van bent az a köpködő. Csá! Bújói teleportálós barátok. Csasú, nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen a második hónapot. Üdv újra itt köztünk. Köszi, hogy a Prime-odat te is még mindig rám használod el. Srácok, peregjenek a szvegek. Tudjátok, mit látok? Azt ott meg lehet mászni. Szia! Van még egy! Azt hiszem, hogy ők nem szeretik a tüzet. Nem ültünk le, de ott voltunk. Ja, ott voltunk. És itt még mindig volt valami. A fán, valami loot. Te se szereted a tüzet? Értető, Zakika. Főleg nem az ilyen fajtát. Jaj, te jó ég. Erről nem volt szó. Segbe! Behold death! Behold a loot! Nagy Szent Butterfly. Nagy Szent Butterfly. Akkor ez egy nagyon jó loot, srácok. Ugye? Na és oda így megyünk át. Haló? Mit keres ott egy... Mit keres ott egy bonfire? Azt gondolták mi ez a kék, hogy ha valaki ide már eljött, akkor igazán megérdemelhet egy invédet? A Nagy Szent Butterfly-ből craftolni lehet. Elülünk. Ha már eddig eljutottunk, ugye? Te jó ég! Ha már eddig eljutottunk egy jó boss fight,
Jaj. Én úgy érzem, srácok, hogy ez egy jó boss fight, nagyon adott a terület, hogy ez az legyen. Igen, tudom, Zakik, amely mindig rosszul jövök haza. Azt akarjuk csinálni, hogy húzunk a staffunkon. Hogy sokkal világosabb fényt tudjunk varázsolni. Nem spiritus tuningolásért, bár azt is nyomhatjuk. Spiritus tuningolás. Little the head lesz. Jó drága vagy. 7500-at még tartunk a markunkba. Ó, és ehhez sima smithing stone kell. Tessék. Plusz 7-es. Ez az első olyan, amihez sima smithing stone-t használok. Akkor ez volt az út. This is the way. Ekkora csalás már, hogy a Golden Vow-t el lehet nyomni így. De nincsen mimik idézési lehetőség. A trutyi nem sebez. Viszont... Ja, jó, azt hittem, hogy megjelent egy boss marker. Az gond. Fia bajnoka! Ez get wrecked. Nem. Rogier! Ez milyen boss fight, srácok? Ez milyen boss fight már? Jézusom, de noob voltam. Miért nem healelt a mimikem? Nem gondoltam, hogy ilyen erős lesz. Mondjuk... Nem, ez hülyeség. Nincs elég HP-m ehhez. Amúgy meg... Mizé... Láttátok. Azt hittem, hogy én vagyok itt a Jani, azt jól inasba raktak. De ez történt. A Fear Champions Online azok a játékosok mimikje, akiket fia megölete. Fia ilyen gonosz lenne ezek szerint. Nem is gondoltam. Haló! Lopja a kardomat. Ő ki volt, akinek ugyanilyen kardja volt? Jézus! Lionel Luthor.
Ez kemény lehet. Ő nyomja ezt a képességet. A FIA Champions Online azoké a játékosok mimikje, akiket a FIA megöletett. Ezért volt náluk Sword of Night and Flame is. Értem. Hát ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Megölelt. Hogy megölelt? Olvas, nem tudok. Nyugi. Tehát akit FIA megölel, az ide jöhet, mint bajnoka. Értem. Ah, there you are. I knew you would come. What is it? Megkaptuk a misztet. To deny us and our ways, like the dogmatic roots of the Golden Order. I see. Köszi az infót, Zakika, ez nagyon király. Wish to be a mother to those who live in death. So it is that any loathing, any hatred that overshadows them, I must bear as a matter of duty with my own flesh. Go on, kill me. You deny us, do you not? Because we deign to live in death and wish our Lord to rise to glory. Na várjunk, ez most srácok, fiának a küldetése, és én nem figyeltem annyira, hogy most, hogy akkor most jó úton haladunk az ő köztjeivel egyébként. Pam param 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 param. Szóval, igen. Aha. Fogadjuk el. I see. Then you must kill me. For I am the companion of God. I wish to be a mother, so it is that any loathing, any hatred that I must bear. Ezt már mondtam. Go on, you deny us because we deign to. Jó. You are an odd one. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me? Olay. Ja, ez az a cucc. Godwin's Hallowbrand has since been recovered at the Round Table Hall, but there is another Hallowbrand out there somewhere. Az megvan nekünk. De az megvan nekünk, nem? Megvan nekünk az a másik felem. Ráni testén volt. Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second illustrious life. You are my, our true champion, and though I can't be of any use to you,
hold you tight? If only for a moment. Nyugodtan. Ez az. Ne hagyd abba, erősebben. Ajaj. Ajaj. The new life of the Golden Prince and first dead of the demigods as the rune of the... Lassan el kéne dönteni, hogy milyen endinget akarok, nem? Csinálgatjuk itt mindenkinek a küldét, de nem lehet mindenkinek az endinge. Ja, ráérek még? Oh. Okay. De hogy nem lehet, hát minden, mármint hogy úgy, hogy egy végigjátszás alatt értem. A Yoko Sensei egy nagy büdös csaló. Tehát hogyha most megölelsz még egyszer, nem mondasz semmit, igaz? Sőt, lehet, hogy még el is tűnik. Egy olyan kérdésem lenne, amire nagyon könnyen adhatok spoileres választ, de ez egy eldöntendő kérdés. Találkozni fogunk-e még azzal a csávóval, vagy csajjal, aki hebeget habogott, és neki adtuk Dee-nek a ruháját? Hali, PC-n hogy tudom beállítani a kontrollát, hogy működjön mese, vagy nem akar. A Steam-es Big Picture mód sokat segít ezeken egyébként. Ó! Oh. És most adott nekünk egy olyat, hogy... Státusz. Nem is tudjuk megnézni, hogy mit adott nekünk? Nem tudom. Igen, ha csinálod fiát, még találkozol vele. Oké. Okay. 40 ezer. Abból lehet fejleszteni. Jó, de úgy értem, hogy csinálhatod azt, hogy mindet csinálod, de végül csak a legvégén válaszol. A játék elém fog állni egy olyan döntési lehetőség, hogy szia, most akkor melyik endinget akarod, vagy hogy nekem kell úgy alakítanom a körülményeket? Amúgy nem akartam leülni, hanem teleportálni akartam. Egy ending van, ami kizárja a többit. Annak mi a neve? Lord of... akármi... Gonoszkodom. Lord of... Gonoszkodom. A Frenzied Flame, aha. De a többi öt választható, aha. Okay. Jó, ő már nincs itt. És fejleszteni akarunk. Spiritus tuningolás! A frenzit választod és nem szeded le, mert le lehet szedetni, igaz? Tehát, hogy ha megérint a három új, akkor azt le lehet szedetni. Most jöttem ide, fia, után visszanéztél a helyre? Még nem. Most akarok majd visszanézni arra a helyre Stélon, ahol ő volt. Csak előtte el akarom költeni a rúnáimat, mert ott van egy ilyen átjáró, és azt meg akarom tacsi-tacsizni. Hát, ha megbeszélni akarok a csajszival. Ja, csak meg kell hozzájönni a legerősebb boss-t a Sidequest-tel együtt. A legerősebb boss az melyik? Melania. Ó! Oh. Betörjük itt ezeket. Melania. I see. Oké. Okay. Numerón, megnézzünk egyet, hogy mennyit ad. 12.500, haló?
Bár alapból nem mentem végig minden questline-on, úgyhogy az összes acsiért valószínűleg újra játszás lesz szükséges. Kell minden questline egyébként a platinumhoz? Mármint ahhoz, hogy 100% legyen? Már nem hiszem amúgy. Szerintem nem kell long, Tommy. Még van neked az a staffainak az, hogy pinsz valami, de nem tudom a teljes nevét. Megnézhetjük. Figyelj. Astrologer, Academy Greenstone, Demi-Human Queen Staff, Azur Greenstone, Lusat, Karian Regel, Scepter, meg Staff, meg a Prince of... Ah, ja, most pont azt használom. Ja, új staff fejlesztés is lehetne. Ja, ja, ja. Nyomjuk azt. A Rani Quest is ad egy endinget? Elvileg igen. Hoppácska! 17-nél megálltunk, mert elfogyott a Smithing Stone 6-unk, amit lehet, hogy tudunk venni. Nem tudunk venni, mert olyan bell bearingem még nincsen. A Rani és a Frenzy Frame külön acsi, a többi pedig közösen egy másikat. Ja, akkor ezek szerint, hogyha én most ilyen minden küldetés megcsinálásába benne vagyok, akkor érdemesebb megcsinálni a Frenzy Flame-eset? Azt húz fel, a skilles lesz szintre féltre. Ja, ja, azért választottam ezt. Azért választottuk ezt. Base scalinge van, elég király. Azt sem ami CMP, ha nem szeretnél save scamolni. Nem. Én most azért kérdezem, hogy melyik úgymond a legnehezebb, amihez a legtöbb mindent kell csinálni egy végi játszásba. Csak hogyha esetleg ez alapján döntenék. A Rán is? Rán is a leghosszabb? Uh-huh. Oké. Okay. Akár amúgy őt ki is tudjuk próbálni. Az első playthrough-ban a Rán is hát érdemes, mert az a leghosszabb és ott van a legtöbb opcionális content. Uh-huh. Kösz is, srácok! Például ahhoz meg kell ölni Radant, utána már nem. Ja, mert Radannal tudunk lemenni. Uh-huh. Rani is kész, megy a Melania Millicent Quest, akkor itt hogyan lesz? Nálam? Nem tudom. Nem döntöttem el. Én most mindent meg akarok csinálni, amit csak lehet. De meg kéne néznem ahhoz, hogy pontosan milyen endingek vannak, hogy, mármint úgy megnézni, hogy magamnak megnézni, és amelyik szimpi az alapján. Na, 12.040. Már ha hozzám szólt a kérdés, természetesen. Ha nálad kész, akkor választhatsz? Ja, értem. Azt mondják a srácok, hogy lehet választani. Na. Na. Lutel. Hát akkor lesz Rán is ending, hogyha őt megidézzük a végén, nem?
Lutella Latol. Júj! Kell nekünk a heal. Szerintem kuka. Szerintem nem kell nekünk a heal. Nagyon... nagyon rég volt már, hogy azt használtuk. Wow. Zsír. Már is kapcsolok lámpát. Egy. Kettő. Ah, ez már új dolog. Mire az a köd felszeke legyen, én alszor meghalsz. De ez is 100 max HP alapján sebeznem. Etika. A Death Status Effect csak playerek ellen működik. Minden enemy, kivéve az invédelő fantomok. Oh, hát akkor ez... akkor van olyan mist, mint a Pestilence mist. Azt mondjátok? Még egyet, még egyszer kell rezetálni, jó. Erre gondolsz, Télom? Ujjjjj! Jaj, hogy felhozott fentre, aha. Van, de az nem HP alapján sebez. Oh. Deathbed Dream. Búba! Szevasz! Mi újság? Köszi szépen 41 hónapot. Most én fogom... nézd meg! Ölelgetem a hullát. Vagy nem hulla? Jézusom! Hú, de menő képességet nyom. Hol a boss? Itt.
Micsoda stílusos feliratkozás, megosztás, Dozikém. Srácok, peregjenek a szövegek közben bubának, nagyon szépen köszönöm a 41 hónapot, illetve neked is, Dozikém. Gratula az újabb badge-edhez. Köszi szépen az egy évet. Üzel, villámlik és defet stack-kel. Tetszett egyébként. Ami ott volt. Mi az? Ami ott volt a boss körül. Nekem az az érzésem volt ezzel a Reach Dragonnal kapcsolatban, hogy mintha a junior játékészítők csináltak volna, millió feltik, semmit se látsz, és mindenhol, ahol, de úgy ennyi. Aha. Azt mondja nekünk Petike, hogy Melinda Great Runáját nem tudod aktiválni, ha már ég a fa, én így jártam, majd figyelj rá. Melinda. Az kicsoda? Mending Rune of the Death Prince. Valaki érzi, hogy ez most mi volt? Miért harcoltunk egy sárkánnyal, és miért halt meg fia? Illetve ez arról beszélt, hogy lesz belőlem is egy kicsi, meg lefekszik Godfreyhoz, vagy kihez fia, és akkor az nagy tisztesség. Mert ez most annyira nem világos, hogy most így... Miért volt itt egy sárkány? Aha. Ez helyreállítja a töredezett Elden Ringet. A Golden Order-t a Destined Death csinálta. Ki az a Destined Death? GG, egy Elden Ring nehéz bosszok top listában ez a sárkány is szerepelt. Hát jó, de én eléggé overgearelt vagyok, szerintem. Csókolom, nem volt elég mennyiségű szveg? Szerintem az lehet a gondotóban, hogy lejárt a szabod, és nálad még mutatja a dolgokat, de nálunk már nem látszódik. Tehát ez egy ending item. Okés. Ha most ezeket elnyomom, ha le akarom szedetni azt a minusz HP-t, ami ott van, az a piros, akarok-e olyat? Illetve hogy tudom megnézni, hogy melyik státusz effekt micsoda ott fönt? Mert az egyik az biztos, hogy az a baldacsinnak az átka, amit le tudok szedetni. Ha leszedetem, lesz-e valami következménye? Dumamano, nagyon szépen köszönöm neked is a támogatásodat. Hogy így meg arra felé, buba? Mesélj nekünk. Köszi szépen amúgy, Dumamano, hogy a Prime-odat te is rám használtad el, és neked is gratula az újabb badge-edhez. Hát azt mondjátok, hogy ez egy ending item, tök király. Túl sok kérdést tettem fel még. Seedbed Curse. Seedbed Curse, ez meg a Dungeeterhez van ennek köze. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Audiophil, köszi szépen a támogatásodat. Á, te voltál az, aki kérdezted. Itt arról, hogy lehet ilyen virágokat szerezni. Srácok, odiók élnek és peregjenek a szvegek. Én csak simán nem segítek, bár nem tudom a választ. Kösz, Szemansz, kösz. Bíztam benned! De te elárultál.
Jó van, hát akkor most ezzel meg vagyunk, ha leülök. Ne viccelj. Justice writ in blood. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. This is a proper death, O prince. Look at this rotten hole. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. This is revenge, you witch, and you, you ghoul. This is the wrath of D. Ezeket annyira szeretem egyébként, mint amikor Godric után is jött egy NPC, aki lopkodja a rúnáinkat minden halálunk után a várba. Jött ő, aki elmondja nekünk, hogy szerintem menjünk be ott oldalt a várba, és Godric halála után meg tapossa a fejét a földbe és beszél, ez annyira királya, hogy ezt így kitalálták. Nem tudom, hogy ilyen a korábbi szózokban volt, de ez annyira király. Ez, hogy így mész valahova és az NPC beszél. Az ő questje amúgy folytatódik, csak eddig bugos volt. Mi volt vele a bug egyébként? Now I can look my brother Darian in the eye. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Ja, hogy te a csávóról beszélsz, aki taposta Godricnak a fejét. Ja. Gyere, olvasom, jobb a legjobb lord tudásom szerint, ami nem egy százas, de a Golden Order a tökéletes balansz, ami a Destined Death-el együtt hivatkoznak rá Rune of Death-ként is a játékba, volt, ha ezzel együtt állítod vissza az Elden Ringet a játék végén, akkor a halál is része lesz a világnak, és nem lesznek halhatatlan lények többé. Ó. Szóval ő Dean-nek a tesója. Ő Dean-nek a tesója, és nagyon örül annak, hogy meghalt fia. Mit tudunk meg ezekről a cuccokról? Száműzték otthonról. Amúgy tudunk fejlődni. Így van. Megvan a 40-es int, és megyünk tovább majd a fétes vonalon. Ne! Inseparable sword. Na várjunk. Tehát akkor Dee tesója idejött, azt mondta, hogy ha-ha, mármint, hogy ha-ha, ezt mondta, és akkor ennyi. Tehát, hogy... Itt is azt érzem, mint a Dark Souls-os világban, hogy az NPC-knek okuk van az életre, de nagyon kevés okuk van az életre, és itt is például Dee tesójának odaadtuk a rucit, megkereste a tesója gyilkosát, azt eltűnt. Ennyi, srácok. Jól értem. Amúgy nem tudom, hogy melyik kard volt az övé. Valami I betűs volt.
Ez az. Ah, jól néz ki. Holy damage-es. Ja, ez gyakorlatilag fétes kard. 18 dex. Wow. Köszi srácok mindenkinek, aki részt vett itt a hájfonatban. Nem idegen vágó sztori, de remélem nem arra szótok érte. A Formula 3 idei szezonjában van egy Hunter Yinyi nevű pilóta, rövidítései. Hirtelen azt hittem, hogy te vagy az. Amúgy én voltam az. Egy klónom. Ez tetszik. Csak kár, hogy nem tudom használni. Ez majdnem úgy néz ki, mint a fegyver, ami a Black Flame-es. Gondolom egy ilyen arany akármit lövelnék ki. Próbáljuk ki. 18 dexet kell összehoznunk, az meg talán kalappal összehozható. Nem tudom, hogy van-e olyan kalapom. Csak van, nem? Nincs olyan? Nincs dexes kalapom. Van egyáltalán olyan, srácok? Árkénes van. Nincs. Ura. Holy buffot rak fel a kardra, maga elélő egy ilyen holy hívet. Ez jól hangzik nagyon. Nem tudunk se, hogy se. Tudom, rúnárkot el lehetne nyomni. Ó, ott is van. Radagon szíje. Milyen van most? Inkantációs potenciál, oké. Okay. Wow. Wow, ez tök király. De ezt használod, nem? Stealon. Ez olyan, ami jó a te buildedben. Vagy akár jó lehet. Nagyon jól néz ki amúgy a fegyó. Ez... Halló, Crash? Az a helyzet, hogy amikor így tryolgatok buildeket, akkor valamiért kifagy a játék. Legutóbb is, amikor így nézegettem valamit, talizmánokat cseréltem, akkor kifagyott a játék. Úgyhogy szerintem valami bugos a talizmánoknál. Vagy valamelyik talizmán bugos, vagy valamelyik, vagy ez a kard bugos lehet. Nem, én a Magma Wormnek a kardját használom. Szerintem az még nekem nincs meg. Mire gondolsz, Szélhám? Köszi szépen, srácok, a pergetést. Köszi szépen, Szemanz és Sasu. Minda. Meg Stélon. Köszi szépen nektek. Hármótoknak. Nem akarok spoilerezni a karddal kapcsolatban. Ja. Kérdőjel, srácok. Amúgy nyugodtan spoilerezhetsz, CH. Mármint, hogy most már, hogy mondtad, hogy nem akarsz spoilerezni, most már mondtad, hogy nyugodtan, hogy mit akartál spoilerezni. Az a kérdésem, hogy megcsináltuk-e a fiás questet? Hogy most van-e tovább? Mert szerintem ennyi. Ja, én úgy látom, hogy ez ennyi. Megcsináltuk a fiás küldit. Majd a végén választhatod ezt opciónak. Ezt a kardot.
Vagy mi? Oké, és akkor most... Jó, az visszament, illetve azt át kell raknunk erre. Bár ennek nem sok értelme van. Perpil, de na. Itt van egy mauzóleum ezen a részen, úgyhogy őt be kéne jelölnünk. Hogy is jelöltük őt? A térkép egy másik pontján. Egy gyémántnak. A fi endingre gondolt. Ja, oké. Okay. Szóval itt van még egy ilyen torony. Meg ott egy épület. Mit szóltok? Azt még megnézzük. Ja, oké, oké. Köszi szépen CH egyébként a figyelmesség alatt. Nem sokan ilyen figyelmesek egyébként. Jézusom. Na, el is ment a mimikünk. Érdekes. Érdekes! Csak azért mondtam, mert tudom milyen, mikor előre elmondják az endingeket, meg spoilerezek, de lehet, hogy csak nekem tud így kivenni. Ja, nekem is, figyelj! Az helyzet, hogy én a játék első pár napjában így nem akartam tudni semmit a játékról, de nyilván még így is elmondták az emberek, hogy mi merre hány méter. Vannak páran, akik figyelmesek el ezzel kapcsolatban. De egy idő után már inkább megnéztem magamnak. Inkább én magam spoilerezzem el a dolgokat. Itt egy íjász. Haló? Jaj, de jó. Ha még csak íjász lenne. To teleport. Ez jó. Mint hogyha magamat láttam volna egyébként. Mehet a timeout a Janter gyerekre. Na, hogyha ezt így hirtelen kellett volna megcsinálnom, nyilván nem tudtam volna. Tehát, hogy ez a smenő nézett ki. De nem tudnám megismételni. Lalalala. Micsoda köd?
Nyisd ki az ajtódat! Ó, értem már. Értem már! Mi lesz itt a trükk? Koponyákok itt vannak fönt. Jól, meghalunk a fall damage-be. Mik amúgy ezek a koponyák itt a mauzóleumnál? Mit lehet erről tudni? Ajaj, ajaj. Miért ül le a mauzóleum? Zavarják a koponyák, birizgálják a lábát, vagy mi? Ó. Ja, de hát nem tudjuk, hogy mit akarunk, csak ide jöttünk. Ó. Ó. És tényleg úgy működik, ahogy mondtátok. Srácok, ti hát nem akartatok engem átverni. Milyen rendes tőletek? A koponyák egyenlő a Legóval, és nem akar rálépni. Ja, hát akkor ne szállj fel. Mehet egy jó invéd. Sombár Smithingstone, köszönöm szépen. Ez már majdnem egy invéd. Hoppá! Fontos item van előttünk. Jó lesz akadás? Mausoleum-i Soldier Ashes. Mausoleum-i Soldier-ök. 5 Mausoleum-i katona. Hát ezek olyanok, mint Lutel, nem? Igen, ezek headless-ek. Wow! Van ezen a részen még valami izgi? Megnyitom gyorsan a térképet. Azt mondja a Stélon, hogy itt már nincs semmi izgi. Kard meg, mint hogy pallos megvan. Jó. Elvileg van itt valami. Van itt még valami. Még egy dolog. És az egy dolog elvileg ott van. Azt írják, hogy az egy... Én büszke voltam magamra, hogy megtaláltam a medve barlangjába vezető utat, de sok hasznosat nem találtam. Igen, tehát hogy konkrétan ezt akartam mondani, hogy ott van egy Prince of Death Cyst, ami nem tudom micsoda, de valami. És oda akarunk most menni, és ahogy látom, oda egy ágon keresztül fogunk felmenni. A talizmánok passzívan működnek? Igen. Ja. Nekem például egy olyan van berakva, ami folyamatosan regenerálja a HP-mat. Nem, akkor nem innen kell oda menni. Ó, látom. Új, és itt vannak nagy pókok. Jézus. Madari, szevasz. Hm.
Gomba pöré? Na jó étvágyat hozzá. Ott van, Maci Laci. Én egyszerűt nyomtam. Irítós volt. Ne. Srácok! De egy pöppet erős, nem? Egy lámpa. És ehhez mit szólsz? Semmit. Ez tényleg nem szól semmit. Jöttetek, a lámpa megvolt. Ezt benyomjuk. Golden Wow. Még egy lámpa. Értem. Megmásza! Easy. Jézus! Jézus! Acival összesen kettőt öltem meg, rájöttem, nem éri megszórakozni. Hát nem. Hát nem. De odaadta a cisztát. Na, már csak meg kéne nézni, hogy ez mit tud. Tehát a kérdés az az, hogy megéri. Ciszta. Kraftolós item legalább? Ciszta. Nem tűnik ki itemnek. Az mondjuk gond, nem? Ez probléma. Akkor ez mi? Ciszta. Talizmen. Növeli a vitalitást elég durván. Easy. Jézus, jó helyen vagyok? Hát azt kell mondani ilyenkor, nem? Tehát amikor éppen, hogy megvan valami, akkor utána azt kell mondani, hogy ja, hát ez kis újból ki lett rázva. Szevasz, mappó. A gombapörét azt én is zabbantanám, madari. Na. Az a nagy helyzet, srácok,
hogy... hát, hogy mondjam nektek? Megcsináltuk ezt a részt, és amúgy elmúlt 3 óra. Úgyhogy... még valami gyorsban még kéne csinálnunk. Szevaszmaszkó.hu, aztán javítja a feliratkozó makó.hu-ra. Ja, nem makónak hívnak. Basszus, én eddig mindig... mint hogy makónak hívnak, én eddig mindig mapkót mondtam. Két napig nem volt fűtésünk, 17 fokon a házban, ma megcsinálták, de most a termosztát nem kapcsolja le a rendszert, ha eléri a hőfokot, és meg 26 fok van bent. Hát pocó. Nálunk ilyen okos otthonos rendszer van, ami figyeli, hogy a hány fok van a szobában. Nyilván ez, ebben semmi nem okos. Mármint, hogy semmi nem különleges. Nézi, hogy hány fok van a szobában, az bekapcsolja a radiátort. Ez úgy néz ki, hogy bármennyi fok van a szobában, néha random bekapcsolja a radiátort, és múltkor, amikor nem voltunk itthon, a karácsonyfa pedig állt, az nem tavaly volt, hanem tavaly előtt, akkor jól bekapcsolta a karácsonyfára a fűtést, ami elég veszélyes, valljuk be. Fejjel lefele a távert akartad a simába is megnézni. Az belefér? Megnézzük, mi van ott. Mármint, hogy az, hogy belefér, azt nyilván azt csak én tudom. Jó, itt van egy mauzóleumunk, és meg kéne, mondjuk hazamehetnék. Szerintem már max csak egy airtree-t fogunk megnézni. Hazajöttem azért, hogy miért is? Valamiért hazajöttem. Én a Church of Wow-ba akartam menni. Ja, egy airtree-t megnézünk, azt csókolom. About Radagon, about the miracle. Oh, what very well. Let us heresy is all things. Azért skippeltem el, mert ezt már mondtam. Lightning Spear, Honeed Bolt, Electrify Armament. Na, ezek újdonságok. Jó, és akkor még Sorcery-t is tudunk venni. Carian Greatsword. Star Shower. Óha! Zsír. Erd Tree. Érdekes az útvonal. Az oda vezető útvonal. Mi újság, Mappó? Hocs, mint. Pereg mást a Lost Ark-on kívül? A végén jó lenne egy festményt csinálni. Ott egy mauzóleum. Itt van egy sír. Errefele van egy sír. Ott
Ott vannak ilyen piros. Ezek alapból pirosak. Ezek tudnak valamit? A védenek valamit. Jellyfish shield. Akkor nem váltottál végül, apu. Tök menő. Hát ez tök király. Hát Adriana, nagyon jól telt eddig a napom, mert két szuper játékkal játszhattam, az egyik legszuperebb az Elden Ring, az előtte levő pedig a Valhalla volt. És ma este megyek és kicsapok a hámból. Meg holnap este is. Találkozok emberekkel. Pedig ilyet nem szoktam csinálni. Ó, meg akartuk nézni, hogy mit tud. Contagious Fury. Attack power-t növel. Növel. Wow. Ez menő. Menj. Ó, na, hát ez tök király, mapko. Van itt egy képünk. Mármint gondolom én, hogy király. Neked király, nem? Tehát... a fa legyen az akadémia jobb oldalán. Ó, de melyik fa? Lehet, hogy erre a fára gondolt. Na, tehát akkor az a kép, az valahol onnan van. Emberek azok még... hát tudod így, aki a bejárati ajtó túloldalán vannak. Na hát, most meg este van. Én úgy gondolom, hogy ez még belefér. De akkor nem ölünk avatárt, vagy nem tudom, hogy belefér-e. Ez inkább érdekes így a stream végére, mint az, hogy avatárt ölünk. Az avatár ölés az olyan unicsi. Na, aha. Na. Akkor ez viszont a hídról készült? Ez lehet. És ez egy sírba készült. Sír. Ott van sír. Az lehet? Az lehet, nagyon távol van. Igen, itt sír van, csak itt meg nem látszódik a... mondjuk, mit nézek? A sírok azok itt vannak jobbra tőlem. Aha. Hogy van a kép? Sírok, oszlopok. Opácska, bocsi. Ez lehet az?
I'll be now where the cache is. Itt készült valahol. Az igen, ez ilyen cigánykereket hányik itt? Na tehát, még egyszer kép. Ott van. Juveline, Scholar Cap, Juveline, Scholar Robe, Larval, Tyr. Na, mit szólt a srácok? Juveline. Juveline és cuccok. Juveline. És ez mit ad amúgy? Staminát. Staminát ad. Oda majd szeretnétek megnézni. Úgyhogy csak nektek. Már nem tudom, hogy hol a felső része. Valahol. Ú, de jól nézek ki, azt nézzétek. Pillanat. Aztán. Nem semmi, igaz? Juveline. Ez tök király volt. Ez a szög keresés, a festő szögének a megkeresése. Ez tetszett. Na és most elmegyünk az avatárhoz, jó? Talán innen le tudunk menni. Szóval összességében Adriana a szuper a nap. Szuper eddig a nap. Reméljük a délután este is jól alakul. Úgy érzem, hogy kifagytunk. Már megint. Látjátok? Én... Ha nagyon turkálunk a menübe, akkor kifagy a játék. Amióta kint ez az 1.03, azóta többször fagytunk ki, mint előttem. Már a játék is azt akarja, hogy hagyjuk abba. Leech Dragon 40 Sucks, ez adott nekünk egy achievementet, ami a játékosok 9,5%-ának van meg. Úgyhogy van egy ritka achievementem. Az 1.03-mal kijavították az early 450k-s runa glitch-et. Ó, a sárkány megölése. Mi történik akkor? Mi történik akkor, hogyha megölitek a sárkányt az elején? Gyorsan oda portoltok. Bloodlordot. Na, azt nem vágom. Megmaradt a felszerelésünk az érdekel. Megmaradt, jól van. Krisi ilyeneket olvasgat, hogy hogy kell kiverni a kártyákat. Ennyi, Krisi. Nem tudom, a sárkányt azt még a patch előtt megöltem. Őri 450 ezer runa glitch. Valami boss-t könnyen meg lehet ölni?
Ajaj. Nem baj. Ah, oh, de jó! Azt figyeljétek! A mimikünk most már tudja váltogatni a kezébe levő dolgokat. Nem csak azt használja, amivel megidézzük. Tehát azt a tűzgömböt, azt ő idézte, nem? És nem én. Itt még valami esetleg. Nem. Ó, Kalácska WC-n van. Igen, és csinálta nekem folyamat nyomta. Nem tudom, valaki azt mondta nekem, Dr. Troll, hogy ilyet már... Tehát, hogy olyat nem tud, hogy cserélgeti a kezébe lövő cuccokat. Kettő mauzóleum is van. Parancsolsz? Parancsolsz? Ugráló mauzóleum. Ja, azon ott már nincsen. Nagyon durva volt ez az ugráló mauzóleum. Ez jó, ezt tetszik. Kettes Meeting Stone. Durva, két mauzóleum egymás mellett.
Végtelen Róna boost kezem van, megszereztem rá a receptet. Róna boost kezed? Ja, hogy... Ja, értem. Értem már, hogy mi az. Ó, na, itt még nem jártam. Ide majd akarok menni, erre a részre. Ha itt felugráltál, beglitchelt a boss. Szegény boss. Jó, menjünk haza, igaz? És megint nem a jó módszerrel mentünk haza. Srácok! Vége. Már a vége az Elden Ringnek. De egyre kevesebb dolog, egyre kevesebb teendő van, és tovább kell mennünk majd a kapitába, de szerintem még lesz jó pár stream, mielőtt még azt megcsinálnánk. A mai nap csináltuk, ugye mondom kinek, Hiettának csináltuk a küldiét, Jar Bairnek az új NPC-nek a küldiét, Hiettát ugye itt végig kellett vezetni ezen a részen, és meg kell csinálni az utolsó részét is az ő küldetésének, hogy megkapjuk azt a nagyon menő szilt, azt a Frenzy Flame-es szilt, aztán Jar Barim, vagy kicsoda ő itt van, Jar Burgbe. Mit csináltunk még most? Teljesen kiklíreltük a Deep Root Depth-et. Legalábbis szerintem. Lett egy olyan staffunk, ami B-s, int és B-s fate szkélelésű. Annyit puskázunk, hogy ez egyébként 18-asra váltással A-s szkélelésű lesz, tehát brutálisan erős lesz. Nem tudom, hogy meddig tudom majd húzni, de a terv az az, hogy ezt így kimaxoljuk, amennyire csak lehet. És akkor a varázslataim erősek lesznek, bár nem sok varázslatot használok még. Fejlesztettünk kettőt a tíriei, mármint hogy a flaskáimon is, mert találtunk kettő secret tírt. Sajnos golden seedet nem, hogy több flaskám legyen. Azt tudom, hogy például mennyi a cap, gondolom 15, nem tudom. A fiás questline-t is végigcsináltuk, Krisi, így van, úgyhogy... megvan a Fiaz Mist, illetve D tesója is ott volt a végén, úgyhogy szerintem kimaxoltuk a Fiaz küldit. A végén kaptunk tőle egy ilyet. Igen, Krisi, pont azt mondtam, hogy lehet nekünk egy olyan achievementünk, ami a playerek 10%-ának van meg. Ez a Leech Dragon 40 Sucks. Úgyhogy... az is megvan, boss-t is öltünk, de hogy pontosan mennyit, hát R3-t öltünk, meg azt a fia championjait szintén öltük, meg megöltük azt a sárkányt, ő is halt, megöltünk még egy lovast is itt ezen a részen. Ja. Küldetéseztünk, meg alvilágot tisztítottunk. És most, hogy ez megvan, még amit lehet csinálni ezt így, hogy nem fordítva átnézzük. Az összes kriptát átnézzük, ami itt van, itt látjátok, mutat is egyet. A Liurniába, valamint Kélidben is vannak kripták, dungeonok, amiket meg lehetne nézni. Itt is van három idézhető NPC. Azokat is le kellene győznünk. És hogyha ezzel mind meg vagyunk, akkor irány Volcano Manor, és ott az ottani küldetések, mert jelenleg nagyon sok minden oda vár a Volcano Manorba, illetve a kapitárisba.
Nekem van olyan acsimis, ami a playerek 1,8%-ának van meg? Csak nem a 100%, Krisi. Azt a zöld területet is majd meg kéne néznünk, úgyhogy van még teendő. Ja, meg ez a rész sincs itt még megnézve, pedig itt is van valami. Látjátok, ott is egy bejárat. Úgyhogy biztos, hogy itt is van valami ezen a részen. Ott egy templomnak tűnő dolog, épületek, ott szintén egy templomnak tűnő dolog, vagy legalábbis valami épület. Az is ott nagyon gyanús. Minisent questjét elkezdtem már. Szerintem az ő volt az ilyen első pár questben volt. Minisent questjét elkezdtük, és azt mondta itt, hogy majd még találkozunk. A zöld terület hozzátartozik? Oké, és akkor azt majd meg fogjuk nézni mindenféleképpen. Minisent mellett véletlenül se üs. Kemény a csajszi. Úgyhogy eddig jutottunk ma, és ezek a tervek, így a következő Elden Ring streameket nézve. Aki értetlenül áll azelőtt, hogy miért nyomom én ezt ennyit, imádom a Souls game-eket. Imádom felfedezni, még hogyha segítséggel is, a világát, megérteni azt, és beleélni magam. Ezek a játékok ritkán vannak olyan játékok, amiket ennyire szeretek, és ami ilyen sokáig eltart. Ki kell élvezni.